Ez a két moped most csak a felvételek kedvéért parkolt le a Városháza udvarában. A tervek szerint ugyanis legtöbbször, de legalább napi 4 órában úton lesznek. Ezen a hétfőn álltak szolgálatba a járművek. Az önkormányzat vásárolta meg a két elektromos robogót, hogy ezek segítségével a közterület felügyelők gyorsabban és nagyobb területet tudjanak bejárni szolgálati idejük alatt. Az eszközpark bővítésétől azt remélik, hogy a közterület felügyelők munkája még hatékonyabbá és eredményesebbé válik.